Csütörtökön érkezett meg az október elején a megyében szolgálatba állított két kormányablakbusz egyike Bessenyőtelekre. A buszok azokat a településeket járják egyelőre meghatározott menetrend szerint, ahol nem működik kormányablak, így könnyítve meg a kis településeken élőknek az ügyintézés lehetőségét. Lukács Balázs, a Füzesabonyi Járási Hivatal hivatalvezetője elmondta, a megye 9 kormányablakában a tavalyi év során összesen 365 ezer ügyfél fordult meg, idén pedig eddig 188 ezer. Tavaly az eljárások száma megközelítette a 500 000-t. A kormányablak busznak az a célja, hogy a kormányablak szolgáltatás minden olyan településen elérhető legyen, ahol nincsen kormányablak. Így Füzesabony járásában is ez a cél, azaz, hogy a kis településekre is eljusson a kormányablak szolgáltatás. Füzesabony járás 16 településéből, ugye Füzesabonyban van kormányablak, így a további 15-ből 12 település igényelte azt, hogy legyen ilyen közigazgatási szolgáltatás. Közel 1500 ügytípus vonatkozásában lehet ügyet intézni, az azt jelenti, hogy kérelmet lehet itt benyújtani, illetve tájékoztatást tudnak adni a kollégák ezekben az ügytípusokban. Elmondható, hogy az eddigi tapasztalatok alapján az úgynevezett sláger ügyek, amelyek a kormányablakban sláger ügyként szerepelnek, itt is a kormányablak busz vonatkozásában is slágerként jelentkezik, azaz a személyigazolvány kiállítása, a jogosítvány kiállítása, illetve az elektronikus ügyintézésnek a térhódításával az ügyfélkapu regisztráció, de hát ezen kívül még ugye számos ügytípus van, lakcímkártya, útlevél, diákigazolványal kapcsolatos ügyintézés. Heves megyét két busz járja, melyek az EGRI és a Gyöngyösi Járási Hivatalhoz tartoznak. Országosan 21 ilyen jármű van jelenleg. A kormányablak buszok elindulásával a megye településeinek több mint háromnegyedében helyben jelenik meg a kormányablak ügyfélszolgálat. A mobil kormányablak szolgáltatás lehetőségével jelenleg 86 település él Hevesben. Meghatározott menetrend szerint megy tehát ez a busz egy előzetes igényfelmérés alapján. Havonta, két havonta jelenik meg azokon a településeken, ahol az igényfelmérés alapján ezt az önkormányzatok jelezték. Az akadálymentesített, mozgássérült ügyfelek fogadására is alkalmas buszban egy okmányos és egy kormányablak munkállomás található.